Legnagyobb kihívás talán önmaguk legyőzése itt a kiképzés alatt. Gépkarabé ropogás töri meg a nyári délután csendjét Csobánkán. Eddigi legkomolyabb megpróbáltatásuk előtt állnak azok az önkéntes műveleti tartalékosok, akik a Szentendrei Altiszti Akadémián sajátítják el a katonamesterség alapvető fogásait. A résztvevők átlag életkora nagyjából 25 év. Eddigi tapasztalataik nagyon jók az önkéntes műveleti tartalékos katonákról, mind az idősebb, mind pedig a fiatalabb generáció vonatkozásában. Nagyon elhivatottak, látszik, hogy önkéntes alapon és kedvel csinálják. Az elhivatottság szükséges is, hiszen a komplex foglalkozás a 3 hetes elméleti felkészítés teljes anyagát felöleli, a harcászat egyes elemeitől kezdve a műszaki és tereptani ismeretekig. A tartalékosok ugyanakkor sikerrel veszik az akadályokat, és élvezik is a megpróbáltatásokat. Minden izomlázat, minden fájdalmat elfelejtettem, és az adrenalin szintem az úgy igen rendesen felemelkedett. Úgyhogy nagyon pozitív élmény volt. A legemlékezetesebb számomra idáig a lövészeti kiképzés volt. Azért, mert életemben idáig még nem volt alkalmam éles lőszerrel lőni, itt pedig megadták számom ezt a lehetőséget. A legnehezebb az a kiképzés, amin most vagyunk, ez a terepi kiképzés, ahol különböző tereptárgyak között kell mozognunk, és ez igen nehéz, kondicionális kihívást jelent számunkra. A korábban kiképzett önkéntes műveleti tartalékosok már tanúbizonyságot tettek rátermettségükről az árvízi védekezés során. Hamarosan újabb rátermett társak csatlakoznak hozzájuk.